Az őszintesség sosem kényelmetlen, hanem inkább az őszintétlenség a kényelmetlen. Őszintén azt gondolom, hogy talán egy vendégemnél éreztem azt, hogy itt most elhallgatódtak dolgok, és nem volt világos, hogy miért. Illetve volt sejtésem róla, de ezek innen már csak előfeltevések, amelyek megint nagyon pontatlanok. Tehát azt gondolom, hogy tényleg csak annak szabad idejönni, aki adni akarja napját, aki meg akar mutatkozni, de nem promóciós céllal jön ide, tehát nem azért, hogy valamit eladjon a szereplésen keresztül, hanem hogy megmutasson valamit magából. Aki nem ezzel a szándékkal jön, az ebben a műsorban bukik. És pont az őszintétlenség miatt bukik egyébként. Amikor a te életedről ebben a műsorban szó van, akkor nem az a kérdés, hogy beengedsz a hálószobádba, hanem az, hogy elmondod-e igazából azt, hogy ki vagy, mit gondolsz, boldog vagy-e vagy nem, mit gondolsz az előző életedről, és mit gondolsz arról, hogy mi vár rád a következőkben, milyen a viszonyod a gyerekeiddel, van-e valakivel, akivel tudsz beszélgetni normálisan. És akkor nyilván ezen belül még van egy csomó speciális kérdés, de tulajdonképpen valahol minden ugyanarról szól, hogy rátalálunk-e az életünk egy napján is arra, amitől érdemes élni, amitől van valami fajta méltósága az embernek, hogy végig tud élni egy életet, amitől az életnek jelentése van és küldetése van. Itt a legtöbb ember olyan, aki itt megjelent, aki azt gondolom, hogy tisztában van azzal, hogy neki mi a dolga a Földön és hogy mi a küldetése. Ezért érdekesek. Adom a napom! November 6-ától újabb sztárvendégekkel a Viaszat 3-on.